A már hagyománnyá vált gála estjét 6. alkalommal rendezte meg szombaton este a Kecskeméti Szent László Lions Klub. A gála estre érkezőket Harsányi Zsuzsanna, a Kecskeméti Klub elnöke köszöntötte a Híres Agórában. Az elnök a rendezvényen összegezte a kecskeméti székhelyű klub munkáját, majd a színpadra szólította Koncsik Istvánt, a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége kormányzóját, aki kiemelt, hogy idén a 44 hazai Lions Klub több mint 240 millió forint értékben végzett jó szolgálati tevékenységet. Az ünnepi gálaesten díjakat is osztottak, hiszen a Lions mozgalomról, a kecskeméti klubok karitatív munkájáról a helyi média is folyamatosan tájékoztatást ad, amit a gálaesten díjaztak. A Kecskeméti Szent László Lions Klub oklevéllel köszönte meg a Kecskeméti Média Centrum a karitatív munka népszerűsítése érdekében kifejtett példamutató munkáját. Az erről szóló oklevelet és az emléktárgyat Piránszkiné Seres Sára, a Kecskeméti Média Centrum marketing vezetője vette át Koncsik Istvántól, a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége kormányzójától. A további díjazottak névsora megtalálható a híres.hu oldalon. A díjátadás után kezdetét vette az ünnepi gála, ahol színvonalas produkciók váltották egymást a színpadon. A programot a Kecskeméti Városi Fúvózenekar kezdte Aladdin, Abba Gold és AC/DC összeállításával. Őket a Kodály iskola Csiribiri kórusa követte. A fiatalokat a nagyobbak követték, ugyanis az Aurin Lánykar adott ízelítőt repertoárjából.